Az Ajka Kristály számára elindult a bajnokság, volt eddig egy idegenbeli mérkőzés, és most pedig egy hazai mérkőzés. Milyen végeredményekkel? Herenden 2-1-re sikerült nyernünk, és most 2-0-ra megvertük a Csetént, úgyhogy eddig jól indul a bajnokság. Akkor eddig 6 pontot sikerült begyűjteni? Így van, 6 pont, úgyhogy kellett is, és így is terveztük, ugyanis most két olyan meccs jön, ami egy kicsit nehezebb lesz, egy más kategória, Veszprémhez megyünk, meg megyünk az Urkuthoz, úgyhogy ez a két meccsnek a 3-3 pontja, ez benne volt a tervbe, hogy meglegyen. Beszéljünk az első hazai mérkőzésről, mennyire volt nehéz megnyerni? Úgy gondolom, hogy azt játszottuk, amit megbeszéltünk, egy biztos védekezést beszéltünk meg, föltoltuk egy kicsit a védekezésünket már az ellenfél térfelére, tudtuk, hogy a Csetény elsősorban szintén be fog állni ellenünk és védekezni fog, hogy nehéz lesz feltörni. Több keresztmozgással próbáltuk ezt feloldani, szerencsére tudtunk egy gólt rúgni az első fél időben, másodikban pedig bebiztosítottuk ezt a győzelmet. Beszéljünk egy kicsit a csapatról, hogyan sikerült a felkészülés, hogy áll fel most a keret? Hát ugye a tavalyi évben csatár problémákkal küzdöttünk, egy biztos védelmünk volt, stabilak voltunk, ezért is volt ez a sok döntetlen, de viszont elől nagyon sok lehetőségünk nem volt, mert kevés csatárra rendelkeztünk. Most itt az a szünidő alatt tudtunk igazolni 3 olyan igazolást, akik mindenképpen a támadójátékot erősítik, viszont sajnos itt a nyár folyamán a védelem viszont meggyengült, és az volt egy kicsit nehezebb összeállítani, úgyhogy szintén stabilak legyünk, mint tavaly. Mennyi idő kell a csapatnak, hogy összeszokjon és flottul tudjanak majd játszani a közeljövőben? Azt mondom, hogy elég hamar beálltak a sorba az új emberek. Ugye rutinos játékos mindegyik, úgyhogy nem volt ezzel gond. Még kisebb helyezkedési problémák vannak, de szerintem össze fogunk állni most már. A személyi feltételek mellett az egyéb feltételek mennyire adottak? Szerintem most nagyon nyugodt a helyzet itt a Kristálynál. Minden feltétel adott, jó pályánk van, új öltözőnk van, ugye most adtuk át. Villanyvilágítás, tehát valószínűleg később ősszel is tudunk majd nyugodtan edzeni, mert nem kell attól félni, hogy besötétedik. Úgyhogy azt mondom, hogy minden adott most ahhoz, hogy egy jó idén zárjunk. A játékosok milyen sűrűn látogatják az edzéseket? Ugye ez nagyon sok mindentől függ, a munkától is többek között. Hogy néz ki a jövő? Azt mondom, hogy nagyon rendes és jó társaság ebből szempontból ez a csapat. Mindenki, amikor tud jön edzésre. Egy-két ember van tényleg, akik délutánosok, azon a héten nem tudnak jönni munkai foglaltság miatt, de nagy létszámba edzünk, tehát nincs ezzel probléma. Következő hazai mérkőzés mikor lesz? 3 hét múlva lesz a következő hazai mérkőzés, szeptember 12-én. A Várpalotát fogjuk fogadni. Remélem, hogy addig jól sikerülnek a elkövetkezendő mérkőzések is, és akkor minél többen kilátogatnak, reméljük, hogy minél többen fogják buzdítani a csapatot, és jól fog sikerülni az a mérkőzés is.